Már hagyomány, hogy karácsony előtt egy napra nyugdíjas szervezetek, klubok tagjaival telik meg a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyház, hogy a szépkorúak közösen hangolódjanak a közelgő ünnepre. Idén erre kedd délelőtt került sor. 1995-től, tehát a megalapulásától minden évben közös karácsony ünnepséget szervezünk az időseink számára. Természetesen korábban sokkal több nyugdíjas egyesület tartozott a szövetséghez, most jelenleg 68 nyugdíjas egyesület és klub működik a megyei nyugdíjas szövetséghez, közel 3000 tagot számlálunk. A templom kórusának előadását követően Román Demeterné arról beszélt a jelenlévőknek, hogy bár tennivalók sora vár ránk ilyenkor karácsony előtt, az ünnep igazi tartalmára kell figyelnünk a várakozás időszakában. Mint fogalmazott, fel kell készítenünk a lelkünket, és keresnünk kell a megbékélést magunkkal és egymással. Az esemény keretében az 50., 55. és 60. házassági évfordulójukat ünneplő szépkorúakat is köszöntötték. Ennek a házaspárnak a tagjai 50 éve kötötték össze életüket. Egy ilyen hosszú házasságnak a titka mindenképpen a tolerancia, tehát el kell viselni egymás hibáit, és ki kell javítani azokat. Ugye mindenkinek, minden házasságnak tulajdonképpen az a célja, hogy legyenek gyermekek, azokat egyetértésben fel kell nevelni, és ugye sikerül ez egy házaspárnak, az nagyon nagy boldogság. Aztán jönnek az unokák, és az még nagyobb boldogság. Szerintem ennyi a titka ennek. Hát igen, ő, ahogy a nejem is elmondta, mi most már az unokákért élünk, és ők a büszkeségeink. Hozzátették, a nyugdíjas évek is telhetnek aktívan, és az ő klubjukban is például tánccsoport, kórus vagy épp kirándulások szolgálják a közösségi életet. A közös karácsonyi ünnepséget egyébként mindig más nyugdíjas szervezet vagy klub rendezi. Idén a nyíregyházi Római Katolikus Nyugdíjas Egyesület tette neget ennek a feladatnak.